Szép estét mindenkinek. Sziasztok! Hogy van Téma. mindenki? Téma, változás, amire nem számítottál. Azt gondolom, hogy ez az év, ez pont olyan év, amire ugye senki nem számított. És lehet, hogy kértük is a változást, sőt, valószínűleg kértük a változást, csak ugye a változás sokszor úgy jelenik meg, ahogy mi azt nem tudtuk elképzelni, vagy el se tudjuk képzelni, hogy ez így lehet. Vagy amire nem számítottunk. Ugye? Épp ez az érdekes része a változásnak, hogy folyamatosan van egy elképzelésünk, egy elvárásunk, hogy mi az, amit szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy az életünk így vagy úgy változzon meg, és nem csak a végeredményt szeretnénk, hanem az oda vezető utat is, hogy az is olyan legyen. Igen, tehát vannak elképzeléseink, vannak nézőpontjaink, oké, kérem a változást, de úgy, ahogy én akarom. Na, hát ez így soha nem lesz, mert ugye ezek nézőpontokból működnek, a limitációkból, meg azokból a dolgokból, amiket most még ismerünk, de ugye amikor kérsz az univerzumtól, akkor ugye kinyílik egy tér, és olyan dolgok jelenhetnek meg, amire nem is gondoltál, hogy létezik, vagy hogy jó lehet, de mégis megjelenik. És lehet, hogy te éppen akkor, abban a percben, amikor megtörténik veled ez a változás, akkor te ezt nagyon rosszul éled meg, és Úristen, miért büntet engem az univerzum? Én nem ezt kértem, de igen, ezt kérted, csak lehet, hogy éppen abban a percben ez nem úgy jelenik meg, ahogy te azt szeretnéd, vagy ahogy te azt elképzelted. És éppen ez a probléma ezzel a részével, hogyha valami elkezd megjelenni, ami nem úgy jelenik meg, ahogy te kérted, akkor egyből azt hiszük, hogy van valami hiba a rendszerben. Vagy hogy velem van a hiba, vagy valamit elrontottam, valamit rosszul kértem, valami nem jó. De mi van, hogyha ez többet teremt mindenki számára? Mi van, hogyha ez a legnagyobb hozzájárulás? Mi van, hogyha kérdéseket teszel fel, amikor megjelenik a szituáció, még akkor is, amikor úgy gondolod, hogy vagy a nézőpontjaidból azt látod, hogy Úristen, én ezt nem kértem, nem így akartam. Mi lenne, hogyha kérdéseket tennél fel, hogy ez a szituáció, ami most van, ez az én választásom eredménye? Vagy hogy ez többet teremt mindenkinek? Vagy ez a legnagyobb hozzájárulás most? Ugye, mindig legyél kérdésben, igen? Igen, ez a probléma, amikor nem kérdezünk, akkor azért nem szoktunk kérdezni, mert már elkönyveltük, hogy ami történik, az minden bizonnyal rossz. Az nem az, amit mi szerettünk volna, hanem itt most egy hiba csúszott a számításba. Ezért sem kérdezünk. Nem merünk. Ugye, mert hogyha nem találkozik az elvárással, akkor az már nincs is mit kérdezni, ez hiba. Akkor az nem, ignoráljuk, nem, kérjünk valami mást, csináljuk máshogy. Itt valami nem jó, valamit rosszul csináltam. Tehát mit lehet csinálni ilyen esetekben? Az első kérdés az, hogy igazából mi az, hogy ilyen esetekben, tehát hol hitted el azt, hogy itt valami hiba van a rendszerben. Ugye az alapfeltevéssel van a probléma, hogy ennek nem így kéne történnie, hát én nem ezt akartam. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam, ugye, hogy az Ákos is mondaná, de... tehát hol hittük el, hogy a változás, az, és mondjuk amit kértél a változást, és mondjuk megjelenik az életedben, az rossz. Vagy hogy elrontottál valamit. És minden nézőpontod, minden, ami itt feljön, az hajlandó vagy eltörölni, elpusztítani, semmi is nem teremtetté tenni most. Téren és időn és minden dimenzión is túl. Igen. Egyébként, amikor elképzeled, hogy valaminek hogyan kell megváltoznia, hány száz és hány ezer... úgymond referenciapontból, vagy viszonyítási pontból funkcionálsz, mikor azt te kitaláltad, hogy az A-ból B-be vezető útnak milyennek kell lennie. És mindenhol, ahol a viszonyítási pontjaidból próbálsz teremteni, és úgymond egy projekcióval, kivetítéssel
vagy bármilyen logikus úton, módon létrehozni az elmédből azt az utat, az odavezető utat, ami számodra nézőpontjaidnak megfelelő helyes út, azt is elenged, eltöröd, elpusztítod, semmis és nem teremtetté teszed el. És hányszor a múlt eseményei alapján választasz igazából, vagy amikor megjelenik az életedben a változás, akkor a múltad eseményeiből, vagy a referenciapontokból, vagy a nézőpontokból reagálsz rá, és azt gondolod, hogy ez így nem. Nem, ez nem. Kinek, illetve kiknek az értékrendje alapján hibás ez az út, vagy nem az az út? Vagy kiknek az értékrendje alapján lesz ez maga a rossz út? Mi az, amit elhittél a jó útról, illetve a rossz útról? Kikhez igazodsz, mikor ezeket elhiszed, vagy ezeket próbálod magadra is igaznak tekinteni? És amikor megjelenik a változás, hányszor ijedtél be tőle? Hogy Úristen, baszki, most mi lesz? Most mit fogok csinálni? Oké, változást kértem, megjelent, oké, nem úgy, ahogy én azt akartam, vagy elképzeltem, és akkor most mi lesz? És próbálsz belekapaszkodni a régi mintákba, a régi nézőpontokba, a régi életedbe, hogy Úristen, bakker, most, mert ugye eddig azokból teremtettél, azok alapján működtél, a régi minták a múltadból, és amikor megjelenik az új, akkor megjátsz, és bejátsz, és vissza akarod kapni a régit. De hát ugye az már nem lehetséges, mert ugye már megjelent az új, és mit tudsz ezzel kezdeni? Hogyan tudod tovább folytatni akkor? Mik a lehetőségek? Ilyenkor érdemes kérdésben lenni, ugye? Hogy akkor merre tovább? És mindig egy új, mindig egy nagyobb hozzájárulás jelenik meg az életedben. Tehát amikor kérsz változást az életedben, és nem úgy jelenik meg, ahogy te azt elképzelted, akkor érdemes tényleg kérdésben lenni, hogy merre tovább? Mi az, ami most lehetséges számomra? És hidd el... Igen. Ez nyilván nem az lesz, amit te eddig elképzeltél, és a megoldás sem az lesz, amit te eddig elképzeltél, de ez nem jelenti azt, hogy a megoldás nem fog nagyobbat teremteni számodra. Csak nem feltétlenül fog megegyezni mindazzal, amit elvársz és elképzelsz. És éppen nem ezért... a nézőpontjaid alapján, meg nem a régi referenciapontok alapján kell tovább működnöd, ugye? Mert hogy azokból már nem tudsz. Hiszen megjelent az új. És a probléma az, hogy igazából nem veszük észre az újat, mert ami nincsen benne a világodban, az elvárásaid nem engedik meg igazából, hogy észrevedd, mert nem felel meg azoknak a sémáknak, azoknak a filtereknek, azoknak a formáknak, amiket te látni akarsz. Viszont éppen ezért kell elkezdeni kérdéseket feltenni, hogy te számodra láthatóvá váljon. Mert nem az, hogy nincs ott, csak nem ismered föl, mert nem egyezik meg azzal, amit vársz. Tehát mindenhol, ahol egy elvárt valóságod, az elvártól eltér a valóság, az, ami megjelenik, és azt te már beosztályoztad, hogy jó, rossz, hibás, akármi, és éppen ezért nem veszed észre, hogy az igazából ott van, ott rejlik benne mindaz, amire szükséged volt, amit kértél. Csak ugye ez egy másfajta puzzle, egy más színű, egy másik dimenzióban, de mégis a kirakós játéknak a része. Választod-e azt, hogy teljes könnyedséggel fogadod mindazt, ami megjelenik előtted? És hányszor skatujáztad be a változást az életedben? És minden, amit ez felhoz, az hajlandó vagy elengedni, eltörölni, elpusztítani, semmisé és nem teremtetté tenni. Most, mondjuk. Tehát amikor, hogyha van egy ilyen szituációd, és érzékeled az energiáját, hogyha nem misztifikáljuk ezt túl, csak annyit, hogy érzed azt, hogy fenébe ez egy kurva kellemetlen helyzet,
Igen, ez az energiája annak. És ez a kurva kellemetlen helyzet, ez nem azt jelenti, hogy most valami elromlott, vagy valami teljesen összedőlt, hanem ez az energiája ennek. És minden, amit igazából ez az összes polaritás, ami itt megjelenik. Minden, amit fontossá tettél, minden, amit nem engedi, hogy tisztán lássál. Tehát minden, ami ez, azt elenged, eltöröd, elpusztítod, semmis, és nem teremtetté teszed el. Téren is minden időn túl. Mindenhol, bármiből is funkcionálsz ezzel kapcsolatban, bármi is az, amit itt fontossá tettél, bármi is az, ami nem engedi meg neked, hogy tisztán láss ezzel a témában kapcsolatban, azt is elenged, eltöröd, elpusztítod, semmis, és nem teremtetté teszed el. És csak figyeld meg, hogy hogyan kezd eloszlani ez a köd, ez a nehézkes energia, vagy ez az igazán zavaró energia, és hogyan kezd ellenni igazából egy tér, amiben egy tágasság, amiben viszont már elkezded észrevenni a lehetőséget, elkezded észrevenni azt, ami valójában a változásnak a célja. Ami elkezd megmutatkozni számodra. Tehát mennyi ilyen szituáció van az életben, ahol nem tettél föl kérdéseket, hanem elkönyvelted, hogy na, ez is elromlott, ez is szörnyű, ez is olyan, amit nem akartam, már egy újabb balépés. És válaszod-e azt, hogy jelen vagy vele, és mindezt az energiát, mindezt a polaritást, mindazt, amit fontossá tettél, mindezeket a sémákat elengeded, eltöröd, elpusztítod, semmisért nem teremtetté teszed. Mert egyébként évek múltával majd azt fogod mondani, hogy ó, tényleg, hát ez volt, amit kértem, csak még ma, egy kicsit kellemetlen, ma, most, amikor benne vagy, még nem érzed. De mi van, hogyha nem kell megvárni az éveket, és tudsz jelen lenni ezzel az egész témával, az egész változással? Mi van, ha már ma észrevetted, hogy mi ennek a változásnak az ajándéka, amit amúgy nem így kívántál, vagy nem vagy hajlandó, nem voltál hajlandó észrevenni? Ha van bármi kérdésetek, nyugodtan írjátok be az üzenő ablakba, vagy nyugodtan ki is hangosíthatjátok magatokat. Várjuk a kérdéseket szeretettel. Ott van-e bármi életterületetek, ahol változás van, vagy ahol egyszerűen csak a szarság van, a kellemetlen érzés? Mármint, hogy így éled meg egyébként, tehát ez az, amit kértél, csak ugye, ahogy mondtuk, nem úgy jelenik meg, nem úgy jelent meg, ahogy te azt szeretted volna, vagy ahogy te azt elképzelted, ugye, mert a nézőpontokból működünk legtöbbször. Tehát kérsz egy változást, megjelenik az életedbe, és azonnal feljönnek a limitációk, a nézőpontok, a régi minták, a régi sémák, a régi megoldási dolgok, és az abból szeretnél működni, abból kezdesz el teremteni továbbra is, de az nem fog működni, hiszen valami új jelent meg, teljesen más, és az abban az újban kell most jelen lenni. Mik a végtelen lehetőségeink? A változás terén? Mert nyilván mindenki életében megjelenik a változás, és van, amikor nem is azonnal. Tehát amikor kéred a változást, lehet, hogy egy-két év múlva jelenik csak meg. De érdemes mindig rákérdezni, hogy ez az, amit én kértem? Ez az, amit én választottam akkor? És hogyha igen, akkor tudsz rá tisztítást csinálni, és tudsz tovább menni vele. Mi van, hogyha te azt veszteségnek éled meg, ami maga a változás? És mi az, hogy veszteség, ugye? Tudsz-e bármit is elveszíteni? Te, mint végtelen lény. Tehát mindenhol, ahol bármi is a tied volt-e valaha? El tudod-e veszíteni? Hát persze, ebben a fizikai világban sok mindennel bírunk. Jó, hát igen. Elvesztettem a kiskanalom. Igen. Elvesztettem zsebkendőmet, ugye? Tehát nagyon érdekes, hogy hányan vannak, akik elvesztenek valamit, amiről elhitték, hogy ez a legfontosabb számukra, vagy amiről elhitték, hogy ez az életük forrása,
és nem veszik észre, hogy mit nyernek általa, hanem folyamatosan a veszteség felett bánkódnak. Pedig mi az, amit észrevehet olyankor, hogyha elkezd kérdéseket feltenni? Tehát mi mindenről hittük el, hogy elveszíthetjük, vagy mi mindenről hittük el, hogy a miénk, vagy mi mindenről hittük el, hogy ez az életünk forrása, hogy enélkül nem tudnánk élni. Igazából mi az az erő, amivel bírsz, amit egyébként kértél, csak pont nem használtad, mert amit az életed forrásává tettél, az helyettesítette azt, hogy neked használnod kelljen ezt az erődet. És mi van, hogyha a változással jött el az az idő, hogy beleállj az erődbe, beleállj abba, aki tényleg valójában vagy, és abból a térből kezdj el teremteni? Mi van, hogyha soha senkitől és semmitől nem kell függened, és nem kell függővé tenned magadat, mert ugye az legyengít, hogyha bármitől is függésben vagy. Mi van, hogyha ezt soha többet nem kell ezt megtenned? Mi van, hogyha mindig bele tudsz állni az erődbe, és ebből tudsz működni, ebből tudsz teremteni. És minden, amit ez felhoz, és mindenhol, ahol függővé tetted magadat bármitől is, vagy bárkitől is, az hajlandó vagy elengedni, eltörölni, elpusztítani, semmisé és nem teremtetté tenni, mindörökkön örökké. És hajlandó vagy-e beleállni az erődbe, és az a végtelen lénynek lenni, és annak a végtelen teremtőnek lenni, aki valójában vagy. És elkezdeni teremteni az életedet. Bármi is történjen. Bármi is történjen, azt választom, hogy igenis tovább teremtem az életemet. Teljesen mindegy, hogy mi az a változás, én akkor is ezt választom. És minden, amit ez felhoz, azt is hajlandó vagy elengedni, eltörölni, elpusztítani, semmis és nem teremtetté tenni. Mindörökkön örökké. Isten tudja hányszorosan. Mi minden van, amit elvesztettél, amit fontossá tettél, amitől nem látod, hogy mi az, amiről igazából szó van. Mert mindaddig, amíg kapaszkodsz belé, addig egyszerűen nem fog megjelenni az az erőd, ami ahhoz szükséges, hogy tovább menjél. Igazából hányszor van az, hogy egy nagy képességet kérsz, vagy azt kéred, hogy megváltozzon az életed, azt kéred, hogy te lehesse az életed ura, és aztán valami eltűnik az életedből, amit nem is vettél észre, hogy ezt tartott igazából vissza. És aztán megpróbálsz kapaszkodni belé, megpróbálsz rohanni utána, megpróbálod azt megszerezni, vagy visszaszerezni, vagy visszacsinálni, de ha ezt megtennéd, akkor ugyanaz lenne, mint az előtt volt. És persze, hogyha nem sikerül, akkor is te vagy a vesztes, de hát igazából választod el, hogy elkezdesz föltenni kérdéseket, hogy mi ez a helyzet egyébként, mi az, amit kértem. Ez hozzájárulás-e ahhoz, amit kértem? És mi az éberséged? Milyen féleképpen hozzájárulás ahhoz, amit kértél? Hogyan tud ez téged abban segíteni? És ez nagyon faramuci helyzet, mert pont, hogy arról beszélünk, hogy mondjuk van egy vesztességed, vagy van egy olyan változás, ami nagyon rosszul érint téged, és akkor azt mondod, hogy a fenébe lehet ez hozzájárulás nekem, hiszen pont rosszul érint. De igenis, fölteszed-e a kérdéseket? Mert amíg nem teszed fel a kérdéseket, addig nem is fog ez megjelenni elő számodra, nem leszel rá éber. És ezekkel a kérdésekkel tudod úgymond a helyére tenni, tudod letisztítani, és tudod észrevenni, hogy igazából mi történik. Igazából mi is az, amit kértél, és igazából ez hogy is lehet hozzájárulás a számodra. És persze nagy különbség van a között, hogy belemagyarázzuk, hogy hát ennek biztos így kell lennie, vagy pedig van egy saját, úgymond ilyen aha élményed, és felismered, hogy aha, most már érzem. Tehát tudtad te azt az energiát, érezted, valahol mélyen van benned egy egyetértés azzal, hogy ennek így kell lennie. Végtelen lényként összekapcsolódásban vagy az egész univerzumban és mindezekkel a megoldásokkal. Amikor van egy ilyen felismerő élményed, akkor kezdesz el megnyugodni, mert rálátsz, hogy igen, ennek tényleg így kell lennie.
Mert amikor csak úgy ráhagyod, vagy ugye amikor azt mondjuk, hogy ja, hát ennek így kellett lennie, vagy ennek nem így kellett lennie, jaj, az univerzum ezt dobta a gép, akkor ezzel úgymond egy feladás energiában vagy. Tehát feladtad az igazából egészet, és... félrenézel. Azt mondod, hogy igen. Most már nem, igazából ilyenkor nem vagy jelen azzal, ami történt, hanem fogod, és az besöpröd a szőnyeg alá. És ezért tudod úgymond ott hagyni, ezért tudsz kicsit leszakadni róla, de nincsen megkönnyebbülés, és nem lesz ez a könnyedség, nem lesz az a letisztulás, mert mindig ott fog maradni a szőnyeg alatt, mert próbálsz tőle szabadulni. És ezzel a legyintéssel. Hogy na majd megoldódik minden, majd holnapra jobb lesz. És ez az a dolog, amikor nem nézel rá, nem vagy jelen a helyzettel, hanem csak várod valahonnan a megoldást, de ez megint egy úgymond függőség, hogy majd az idő megoldja. Persze, biztos megoldja, de mi lenne, hogyha tényleg jelen lennél azzal a szituációval, ránéznél, és ahogy a Rokko is mondta, hogyha megjön az a belső megértés, az az aha élmény, akkor abban van az erő, abból tudsz tovább menni. És hát az is ott van benne, hogy amikor ezt így megéled, van ez a fajta nyugalom, ez a fajta békesség, ez a fajta tisztánlátás, onnantól kezdve tudod ezt felhasználni, ezt az élményt számodra. Mert onnantól kezdve ez nem egy visszatartó erő, nem valami, ami miatt bánkódni fogsz, hanem elkezd téged tölteni. Tehát az az energia, amit szerettél volna, az a képesség, ami a tied, az onnantól kezdve tudsz te hozzáférni. Mert már nem a bánkódásra figyelsz, nem a múltba figyelsz, nem a veszteségre, nem arra, hogy jaj, hogy basztam ezt el, hanem egyszerűen ezek, amik úgymond a distraktor implantek, amik zavaró beültetések. Zavaró beültetéseid, ezek úgymond eltűnnek, és onnantól kezdve van hozzáférésed a mögötte lévő igazi képességedhez, igazi éberségedhez, igazi erődhöz. És akkor lesz tisztánlátásod is. És rálátsz a dolgokra úgy, ahogy, amik azok valójában. És mindenhol, ahol eltakartad a szemed, vagy félresöpörted a tisztánlátásodat, azt hajlandó vagy elengedni, eltörölni, elpusztítani, nem teremtetté és semmissé tenni mindörökkön örökké. Hányszor van az, hogy nem mersz ránézni dolgokra, mert félsz tőle? Félsz attól, hogy mi lesz. De mi van, hogyha ez nem ijesztő? Mi van, hogyha jelen vagy vele, és úgy nézel rá, mi van, hogyha az többet teremt? Igazából te vagy az, akinek mindig is hozzáférése volt ezekhez a képességekhez, mindig is hozzáférésed volt ehhez az erőhöz, és te voltál az, aki nem választottad, és most te vagy az, aki választottad, és a választásod hatására eredményeképpen indultak be a dolgok. De persze rosszá teheted, mert mondhatod azt, hogy ezt a világ tette, vagy nem tudom, ki tette velem, és ezért van mindez. És nagyon sok helyen mondják azt, hogy mint univerzum, meg mint minden, egymással összekapcsolt végtelen lények vagyunk, ha egyet kívánsz, vagy valamit, akkor sokan lesznek hozzájárulás. Persze, te mit hittél a hozzájárulásról? Azt hitted el, hogy mindenki ilyen gyönyörűséges, hogyha kitárt szárnyakkal jön feléd, és majd várják a kegyeidet, leborítják a vörös szőnyeget előtted, mutatják az utat. Hát mi van, hogyha ez nem így működik? Amikor valaki jól segbe rúg, az is lehet egy hozzájárulás. Amikor kirúgnak a munkahelyedről, és nagyon ideges vagy miatta, az is lehet egy hozzájárulás. Ami téged ki tud mozdítani abból az ülő a komfortzónádból például.
Tehát hányszor működünk a komfortzónából, és azért nem választunk, vagy azért ragaszkodunk régi dolgokhoz, a megszokott dolgokhoz, mert az komfortos, az biztonságot nyújt. Akkor is, ha nem működik például, de legalább már ismerem. Ez a langyos meleg szar példája, ugye, hogy csücsülünk a langyos meleg szarba, és hát kicsit büdös, nem annyira gáz még a szituáció, de legalább jó meleg. Kellemes. Már megszoktam. És nehéz innen kimászni. De nyilván, hogyha kérsz, és jön a változás, az néha kellemetlen tud lenni, igen, de ez is csak egy nézőpont, hogy kellemetlen vagy nem kellemetlen. Hiszen nyilván ez teremti a legtöbbet. Mi lenne, hogyha kimásznánk ebből a langyos meleg szarból, kimásznánk a komfortzónánkból, és mert ugye onnan jönnek a teremtések. Ha kimész a komfortzónádból. Hajlandó vagy-e kimenni a komfortzónádból? Még akkor is, ha kellemetlen néha. Vagy legalábbis úgy éled meg, hogy kellemetlen. És minden, amit ez felhoz, mindenhol, ahol még szeretnél lubickolni a langyos meleg szarban, azt elengeded-e, eltörlöd, elpusztítod, semmisé, és nem teremtetté teszed-e. És egyébként az az érdekes, hogy végtelen lényként nincs komfortzónád. Mert végtelen lényként nincsenek nézőpontjaid, nincsenek hiedelmeid, nincsenek félelmeid. Hanem rálátásod van, érzékelésed, éberséged, tudatosságod, tisztánlátásod. Tehát nincs olyan, hogy valami komfortos vagy nem komfortos, hanem érzékeled, hogy ez hozzájárulás vagy nem hozzájárulás, de nem félsz tőle. Vagy nem rettegsz, vagy nem ragaszkodsz hozzá. Csak szimplán érzékeled, hogy ez arra felé visz, vagy nem visz arra felé. Komfortzónát csak addig létezhet, amíg nézőpontokból, félelmekből, hiedelmekből funkcionálsz. Tehát mi az, amit nem vagy hajlandó megtenni? Mi az, amit elhittél magadról, hogy te ki vagy? Te ki vagy, mi a munkád, milyen ember vagy, milyennek ismernek, mit tettél eddig, mi a helyes és mi nem? Mindaddig, amíg ezekből funkcionálsz, addig lesz komfortzónád. Ugye a régi kérdés, ami mindig aktuális, ki vagyok én a történeteim nélkül? Ki vagyok én a múltam nélkül? És itt egy harmadik, ki vagyok én a komfortzónám nélkül? Ki vagyok én, ha nem a langyos meleg szarban ülök? És mit teremthetek? Mit tudok tenni? És minden, amit ez felhoz, minden, amire nem voltál hajlandó eddig ránézni, minden, amitől rettegtél vagy féltél, és minden, amit csendben reméltél, és éber voltál rá, de még nem néztél rá, mindenhol, amikor bármi is visszatartott téged attól, hogy észrevedd, és válaszd, és megéld, és aktualizáld. És mindenhol, ahol már réges-régen tudod, hogy ez nem működik, és réges-régen tudod a választ is, csak nem mersz szembenézni vele, azt is hajlandó vagy eltörölni, elpusztítani, semmisé és nem teremtetté tenni, mindörökkön örökké. Hajlandó vagy-e legalább magaddal sebezhető és őszinte lenni? Csak magaddal, nem kell mással, csak magaddal. Légy őszinte. Mi az, amit szeretnék? Mi az a változás, amire vágyom? És amikor megjelenik a változás, akkor hajlandó vagyok azt fogadni. Hajlandó vagyok ránézni. Bármilyen is az. Hiszen én kértem a változást. És nyilván az univerzum úgy rendezi el mindig a dolgokat, hogy az a lehető legjobb legyen mindenkinek, és a lehető legnagyobb hozzájárulás legyen mindenkinek. Soha nem cseszik ki senkivel. Még akkor is, ha te éppen akkor azt nagyon szarul éled meg, mert vannak ilyen szituációk. De hajlandó vagy-e szembenézni vele? Ránézni? Őszintének lenni magaddal? Nem kell, hogy másokkal őszinte legyél, mert nyilván nem kell mindent kitárogatni mindenkinek, de legalább magaddal legyél őszinte, hogy mi az, ami nekem jó, mi az, ami nekem működik. És hajlandó vagy-e kimászni a langyos meleg szarból?
mert az visszahúz, besüppetsz, és nem azt az életet éled, amire vágytál, amit szeretnél, amit elképzeltél, amit őszintén, amit még talán magadnak sem mersz bevallani, hogy azt szeretnéd. Csak ugye a megszokásokból, vagy a szociális normákból, a szociális elvárásokból kifolyólag ezt nem teheted meg. De miért ne tehetnéd meg? Kit érdekel, hogy mit mondanak mások, vagy mit gondolnak mások? Mi az, ami neked és mindenkinek a legnagyobbat teremti? Ezekre érdemes ránézni, és tényleg őszintének lenni magadhoz. Hányszor voltál őszinte önmagadhoz életed során? Hányszor merted bevallani magadnak azt, vagy szembenézni azzal, amire igazán vágysz, amit igazán szeretnél? Hányszor találtál rá kifogásokat, hogy nem, még nincs itt az ideje, inkább maradok egy szarba, inkább maradok a langyos meleg szarba, mert azt már megszoktam, inkább szenvedek egy kicsit, nyelek egy kicsit, de jó ez így. De tényleg jó ez így? Tényleg működik? Tényleg tudsz innen teremteni? Tényleg tudsz az lenni, aki valójában te vagy, vagy aki szeretnél lenni? Vagy tényleg meg tudod teremteni azt az életet abból a langyos meleg szarból, amire vágysz? Vagy csak elhiteted magaddal, hogy ez nagyon jó lesz ez így, és abból a térből kezdesz el működni, és onnan kérdezel. De onnan nem fog sem erre se jutni. Lehet, hogy egy kicsit arrébb ülsz a szarba. És akkor úgy érzed, hú, jaj, de jó, valami változás történt. De tényleg ez az a változás, amire vágytál? Vagy amit szeretnél? És minden, amit ez most felhozott, az hajlandó vagy eltörölni, elpuszítani, semmisé és nem teremtetté tenni. Isten tudja hányszorosan, mindörökkön örökké. Mindenhol, ahol feljönnek most neked témák, feljönnek ötletek, feljönnek szituációk a múltadból, amikor ez történt veled, mindenhol, ahol most zavart vagy, vagy mindenhol, ahol ez összekavarodott benned, megint a felszínre került az a nagy szarkofag. Amivel nem akartál foglalkozni rohadtul, de most újra itt van. Minden, ami ez, azt is elenged, eltörlöd, elpusztítod, semmis és nem teremtetté teszed el, téren és időn túl, és minden dimenzión is túl. Tehát választod el azt, hogy tényleg és valójában teremtő vagy, és ténylegesen és valójában pusztító is vagy, tehát te magad vagy az, aki elpusztítja mindazt, amit fontossá tettél, mindezeket a polaritásokat. Azt, amit fontossá tettél, azt, amit semmilyenné tettél. Mi van, hogyha megengeded magadnak, hogy mindent olyannak láss, amilyen nézőpontoktól mentesen? Hogy valóban legyen hozzáférésed, hogy mi is az, hozzájárulása vagy sem, mit teremt. És mi lenne, hogyha folyamatosan önmagadat választanád? Az mit teremtene mindenki másnak is, és számodra is természetesen? Tehát választod-e azt, hogy érzékeled, látod, fogadod önmagadat? Tehát mindazt, ami számodra fontos, mindazt, amire igazán vágysz, mindazt, ami nagyobbat teremt számodra. És mi más is lehetséges most? Mi van, hogyha nem kell a régi mintákból, a múltadból működni, és tudsz egy teljesen új dolgot létrehozni? Mi, hogyha nem kell ott megállnod, hogy csak valamit próbálsz kijavítani, vagy helyettesíteni a múltadban, amire azt gondolsz, hogy az volt a hiba forrása. Tehát megmarad az egész képlet, csak valamit áthelyettesítesz, behelyettesítesz, és majd most jó lesz. Tehát ilyen befoltozzuk a dolgokat. Igen. Hányszor volt az, hogy meg akartál javítani valamit? Mennyire a kerékkötője ez a változásnak, amire igazán vágytál?
hogy csak javítgatjuk a dolgokat. Na jó, itt egy kicsit igen, foltozunk, ott egy kicsit javítgatjuk a dolgokat, de mi van, hogyha valami teljesen újra van szükség itt? Mi van, hogyha egy teljesen új dolog, hogyha ki kell dobni azt a foltos, összefoltozott akármit, ki kell dobni a francba, hogy egy teljesen új tudjon jönni. Hogy egy teljesen újat tudjál teremteni. Mivel lennél boldogabb, mondjuk például egy összefoltozott kis lepedő, pléddel mondjuk, vagy egy teljesen új pléddel, amire mindig is vágytál, ilyen jó kis meleg, szőrös, akármi, bármi, amit szeretnél. Mi az, ami többet teremt? Szerintem most a patchwork technika kedvelői mind fel vannak háborodva, mert a nem, én nem a patchworkről beszéltem, hanem az összefoltozott lukas szarokat megfoltozott akármiről a lyukas zoknit. A lyukas zokni, igen. Ahol a titkos ügynök kifigyel mi. Tehát mi az, ami többet teremt? Egy összefoltozott valami, vagy egy teljesen új, amire mindig is vágytál, vagy amit mindig is szerettél volna magadnak? Mert hányszor van az, hogyha összefoltozod, akkor te továbbra is megmarad mindaz a viszonyítási pont, ami ilyen ezer kampóval és horoggal tart téged vissza abban a térben, abban a valóságban, ami egyébként már nem működik. És hajlandó vagy-e felismerni azokat a szituációkat az életedben, ami már nem működik számodra? Hajlandó vagy-e jelen lenni vele? Hajlandó vagy-e tényleg ránézni őszintén? Oké, ez nem működik. Nincsen semmi baj. Mi más lehetséges? Mit tudok itt most tenni? Merre tudok menni tovább? Mi az, amit innen tudok teremteni? Nem ebből a térből, hanem abból a teljesen új térből, ami most megjelent számomra. És minden félelmedet, minden kétségedet, minden aggályodat, hogy te ezt hogyan fogod megtenni, vagy hogyan tudsz ezen túl lenni, az hajlandó vagy eltörölni, elpusztítani, semmisé és nem teremtetté tenni. Mindörökkön örökké, Isten tudja hányszorosan. Mindenhol, ahol a félelemből működünk, vagy a félelemből nem merünk lépni, vagy a félelemből nem merjük választani az újat, azt is hajlandó vagy eltörölni, elpusztítani, semmisé és nem teremtetté tenni. Amúgy is, mi a félelem? Mitől félünk? Attól félünk, mert az ismeretlent nem ismerjük. De ha kérdésben vagy, és kérdéseket teszel fel, akkor már is nem ismeretlen számodra. Akkor már is ott van, hogy oké, ez tök nagy hozzájárulás, akkor merre tovább? Hányszor tettél fel kérdéseket, amikor felmerült egy félelem az életedben? Hányszor voltál jelen vele, amikor félelem felbukkant bármilyen szituációba? Vagy hányszor söpölted a szőnyeg alá? Mi az, ami többet teremt? És minden, amit ez felhozott, podempok. Van-e valami kérdésetek? Vagy most mindenki besokkolt és lefagyott? Éppen mindenki jól érzi magát. Igen. Vagy éppen azon gondolkozik, hogy Úristen, most mi lesz? Nyugodtan hangos is ki magad, hogyha van. Magadat, Edina. Szia! Hello, sziasztok! Szia! Köszönöm ezt a hívást, és azon gondolkoztam, hogy pont elkezdtem írni a kérdést. Mit teremtek olyankor, vagy mi ez a mintázat, vagy hogy néznétek rá, hogy változtattam már a valóságomon, mondjuk 2-3-szor így be tudom azonosítani, és utána meg egyszerűen elkezdem visszaépíteni azt a helyzetet, amit utána megint szét akarok, tehát ami megint elégedetlenséget okoz. Tehát ezt valahogy valószínűleg minek akarsz meg vissza. Minek akarsz megfelelni? Mi vagy az kinek? Mi az a nézőpont, vagy mi az a félelem, mi az a hiedelem, vagy ki az a személy, akinek meg akarsz felelni, ami miatt ezt teszed? És mik azok a cselekedeteid, vagy döntéseid, mik azok, amikor éppen ezt a megfelelésből funkcionálsz?
Vagy hol hitted el, hogy csak a régi minták, a régi sablonok, a régi megoldásaid alapján tudsz újat teremteni? Mert ugye, hogyha régiből próbálsz újat teremteni, az nem fog működni, hiszen az sem működött már, akkor ez hogyan tudna működni? Mi van, hogyha egy teljesen újra van itt szükség? Hogyha kérdésben rákérdeznél, oké, ki vagyok én a múltam nélkül, oké, hogyha nem lenne múltam, akkor nem lenne ugye a történetem, akkor most itt vagyok tiszta lappal, most mi az, amit választhatok? Mi az, amit teremthetek? Mert ez bármi lehet, de te mit szeretnél? Nem a régi referenciapontokból, nem a régi minták, sablonok, megoldásokból, hanem ami most van. Ebben a szituációban, ebben a helyzetben mi más lehetséges? Mi az, amit tehetek? És nem a logikus aggyal menni, nem a kilogikázással, meg a nézőpontokból, hanem tényleg nyitottan a kérdésekből, abból az energiából tovább menni. Hogy mi az, ami most lehetséges? Mit tudok itt most tenni? A hogyan az mindegy, igazából itt a választás a lényeg, mert a hogyan az meg fog mutatkozni. Ha még nem látod azt, hogy hogyan tudsz tovább lépni ebből, az nem baj. Mert nem az a lényeg itt, azt az univerzum elét fogja tenni, neked választanod kell. Oké, ezt választom, ez teremti a legtöbbet, akkor megyek arra, és megtenni mindent, ami ahhoz szükséges, azokat a lépéseket. Tehát nem csak otthon ülni, és akkor várni a változást, meg várni azt, hogy majd minden jó lesz, mert ez soha nem működik. Igenis, meg kell tenni a lépéseket, és csinálni kell a dolgokat ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ez volt valami, amit ebből fel tudsz használni? Igen, és amit a Rokó kérdezett, az ott a félelem jött. És a mások elvárása. Tehát hol helyezem én azt a magam valósága elé, vagy pontosabbá teszem, vagy valami ilyesmi, amire így rá fogok nézni ebből, szerintem. Köszönöm. Tehát ez a mások valóság és mások elvárásai pont arról szólnak, hogy ők az életünk forrása. Ezek a személyek, ezen személyeknek a nézőpontjai, ítélete, az, amit ők fontosnak tartanak, annak meg kell felelni. És éppen ezért kezdjük el módosítani azt, amit mondanánk, vagy amit tennénk, úgy, hogy mégiscsak, hát benned van, hogy mit akarsz mondani, mit akarsz tenni, de mégis elkezded módosítani abba az irányba, amit hallani akarnak tőled, vagy látni akarnak általad életedben. És érdemes ezeket a pillanatokat elkapni, vagy felismerni azt, hogy kik ezek a személyek, és mi az, amitől félünk ezáltal, vagy emiatt. Miért tesszük ezt fontossá? Mi a te személyes nézőpontod, amivel ezt fontossá teszed? Mi az, amit elhittél a szituációról? És akkor az szépen... Normálisnak lenni, de azt ki is dobhatjuk a mostani normalitást, ugye úgy van. Nézd meg, hogyan hozzájárulása még. Ha nem, akkor igen, dob ki. Ha van belőle valami, ami hozzájárulás, akkor azt megtartatod, a többit kidobod. Tehát mindig légy kérdésben, hogy mi terem többet itt és most. Kérdezhetek még egyet? Igen, mert ez uh-huh. valahogy így érzem is a halogatás és az időzítés közti. Tehát biztos nem csak én vagyok ezzel így, hogy így csinálnád, de még valahogy nem áll össze. Valószínűleg ez sem kihez tartozik. Tehát amikor csinálnád már, és mégsem teszed, tehát mi az, ami miatt megállítod magadat? Vagy ki az, vagy mi az, amire vársz? Vagy mi az, amitől függővé teszed, amíg az nem jelentkezik, vagy nem mutatkozik meg, addig nem mész tovább, vagy nem haladsz. Vagy mik azok a nézőpontok, amik befolyásolják azt, hogy tovább menjél? Vagy kiknek a nézőpontjai befolyásolják azt, hogy te tovább menjél? Tehát az egyik kérdés az, hogy
éber vagy-e arra, hogy itt valamire még szükség van, hogy valamit nem tudsz, és amíg azt nem tudod, addig nem tudsz tovább menni, tehát információ hiány van, vagy pedig elhitted, hogy információ hiány van, vagy pedig elhitted, hogy egy erőforrás hiány van. Tehát amíg azt mondod, hogy addig nem írok könyvet, amíg nincs egy jó témám, vagy amíg nincs egy szép pakstollam, vagy nem tudom mi. Addig nem írok könyvet. Amíg nincsen 400 fehér lap. De kell ez hozzá. Csak te csinálod, ezt hidd el. Ez csak te. Ja, biztos. Vagy amíg nincsen diplomád, addig nem tevénykedsz, vagy nem kezdesz vállalkozást, vagy mit tudom én. Vagy addig nem műtesz. Mondjuk az lehet jobb is. Lehet, te a manilai csodadoktor, ugye annak nem volt sok diplomája, viszont kipakolt minden, ahol lehet. Ja. És még jól is csinált állítólag. Szuper. Köszönjük a kérdéseket. Köszönöm. Jó, szuper köszi kérdések kell. Egyébként. Köszi. Tehát, hogyha ránéztek az életetekre, vagy ránéztek ezekre a szituációkra, amik ilyen kavarodás, amik, és egyébként akár erre a jelenlegi szituációra a világban, hogy ez hogyan hat rátok, vagy mennyiféleképpen írja újra az életeteket, a szokásaitokat, azt, hogy hogyan tudtok élni, viselkedni, és mennyire változik meg minden az egész napotok, akartad ezt te, vagy nem akartad, választottad, vagy nem, vagy ez csak rád erőszakolja a világ. Tehát mi az a kérdés, amit nem tettél fel, amit ha feltennél, teljes könnyedségbe kerülnél, vagy tisztánlátásod lenne a témában. És az egész szituáció teljes könnyedséggel megváltozna. Szuper. Van-e még valami kérdésetek? Van-e valakinek kérdése? Nincs. Jó. Szuper. De igen, van még egy kérdésetek? Igen, Henny. Igen. Mi van akkor, hogyha több dolog van jelen az életünkben, és én magamról beszélek az életemben, és éber vagyok arra, hogy mit szeretnék, és mit terem többet. És arra is, hogy valószínű, hogy a többi jelenlévő, vagyis legalábbis egyik jelenlévő dolognál vagyok éber nagyon arra, hogy az hátráltat, amiből ki kellene lépnem. Viszont jelen helyzetben, vagyis igen, mostani logikus agyom, vagy jelen azt hiszem, vagy azt gondolom, hogy ha most felégetem azt az egyet a magam mögött, akkor mi kellene azért? Mennyire vagy függőségben ebből az egésszel? Tehát hol tetted függővé magadat, hogy csak abból a szituáció, vagy csak az egy dolog most a megoldás számodra? Nem tettem függővé, viszont tényleg elképzelhetem még, hogy jó, amiként, ahogyan tudom, hogy nem a mi dolgunk, csak fel kell tényleg mindent égetni ahhoz, hogy egy teljesen új térbe kerüljünk? Vagyis... Nem. Ezt nem mondtuk, hogy teljes mindent égessé fel. Rákérdeztél, hogy hozzájárulása az életedben? Egyébként mit jelent a minden felégetése? Ez nagyon fontos. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ugye be kell baszni a darálóba a múltat, hogy az már ne zavarjon. És egy bizonyos szempontból igaz. Abból a szempontból igaz, hogy felismered azt, hogy ez vagy az, vagy amaz a dolog az életedben visszatart. Mert annyira erős a kapaszkodás, annyi ilyen horoggal kapaszkodik beléd. Vagy te kapaszkodsz belé, visszahúz. Tehát, hogyha ezeket nem engeded el a horgokat, akkor nem tudsz tovább menni. De ez mit is jelent? A horgok elengedése nem mindig azt jelenti, hogy fel kell égetni az utat. Vagy, tehát
Igazából, ha azt mondom, hogy felégetni az utat, az nem azt jelenti, hogy azt a dolgot ki kell törölned az életedből, hanem két dolgot kell kitörölni mindenképpen. Az egyik az, hogy minden, amit azzal a dologgal kapcsolatban fontossá tettél, tehát ez a polaritást rajta, azt, hogy miért nagyon jó az a dolog, és miért nagyon rossz az a dolog, mert mind a kettőt elhittük róla. És emiatt nehéz elengedni, emiatt nehéz bármit is csinálni vele. Mert mondjuk, hogyha van az embernek egy munkája, és de úgy érzi, hogy ez az a munkája, ami visszatart mindenben, akkor azt a minden nézőpontot, ami szerint ez az a munkája, ami visszatartja életében, azt is érdemes elkitisztítani, és mindazt a nézőpontot, ami szerint ez az a munkahely, ami nélkül most nagy gázba kerülne. Ezt is mind ki kell tisztítani. És akkor tehát továbbra is lesz egy munkahelyed, ugyanaz a munkahelyed lesz, viszont megjelenik a könnyedség. Most csak egy példa volt ez a munkahely sztori. Nem tudom, ez bármi lehet. Tehát... Ja. Igen, a munkahelyről van szó, amúgy a jelenlegi munkahelyemről éppen, hogy érzem, hogy húz vissza, és pont a polaritás miatt, mert hol jóvá teszem, hol rosszá, hol nagyon azt érzem, hogy már elég volt, hol azt érzem, hogy még kell azért, mert most hozzájárulás, és most még ez a legnagyobb hozzájárulás ahhoz, hogy a többivel tudjak haladni, vagy legalább a többivel tudjak terjeszkedni. És az a rossz az egészben, hogy rengeteg a rész igazság, de ugyanúgy rengeteg a rész hazugság is. Ez, hogyha mindezeket, ami polaritást, ezt mind letörlöd, mindezt a nézőpontot, tehát a prót meg a kontrát is, akkor az történik, hogy elkezdesz tisztán látni, tehát akkor válsz szabaddá. Viszont akkor már nem lesz ebből probléma. Tehát ugyanúgy meg lehet tartani egy munkahelyet, és mellette az tud hozzájárulás lenni, és mellette tud szabadon teremteni, úgyhogy közben még azt a munkahelyet is élvezed. De hát mindenkinél máshogy működik, lehet az is, hogy tényleg engedni kell azt a dolgot, de lehet az is, hogy meg kell becsülni. De igazából erre akkor fogsz rálátni, mikor mindazt, ami oda kapcsol, vagy oda költ, azt szépen kitisztítod. És mind, amit ez felhoz, azt is elengeded, eltöröd, elpusztítod, semmi is, és nem teremted el. Mindenhol, ahol ez a testedben is köt, és kapcsol, és oda tart, mindenhol, ahol a hiedelmeidben, a világodban, a nézőpontjaidban, a félelmeidben is oda köt. Azt is elenged, eltöröd, elpusztítod, semmi is, és nem teremtetté teszed, és hatálytalanítod, és visszavonod. Jelen és időn is minden dimenzión is túl, mindörök, örökké. És lehet, hogy ezt többször meg kell csinálni, ezt a tisztítást, akárhányszor ez a téma feljön, akárhányszor is fontossá teszed ezt. Mi más lehetséges? Igen, vannak olyan szituációk, amikre nem elég egyszer ránézni, vagy egyszer tisztítani, mert ugye több szálon... Napi szinten kérdés. Esetleg, és igen, tehát nyilván arra érdemes többször ránézni, és ami feljön energia, akkor azzal jelen lenni, és kitisztítani. Jó. Szuper. Van-e még valami kérdés valakinek? Jó. Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a szuper kérdéseket. Köszönjük a jelenlétet. És mi más is lehetséges? És hajlandó vagy-e tényleg őszinte lenni magadhoz? És sebezhetővé válni? És megtenni azokat a lépéseket, amik ahhoz szükségesek,
hogy az légy, aki vagy, hogy megteremtsd azt az életet, nem csak beszélünk róla, de tényleg ránézni arra, hogy mi az, amit szeretnél, és elindulni afelé. Néha csak kis lépésekben tudunk elkezdeni, néha bazi nagyot borul minden, és akkor tényleg kell, de hajlandó vagy-e ránézni arra őszintén, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, amit többet teremt, és elindulni arra, és hajlandó vagy-e kimászni a langyos meleg szarból. Szuper. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltatok, és nem sokára találkozunk, hamarosan, remélhetőleg. Szép estét mindenkinek. Köszi. Sziasztok! 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 Hello.